Katonai tiszteletadással köszöntötték a visegrádi négyek államféjét Szerszádon a Béla királytéren. Nagyon komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be a két napos tanácskozás idejére. A város központjában több száz rendőr őrizte a rendet. Itt a Vármegyeház a dísztermében egyeztet szombatig Áder János a lengyel, a szlovák és a cseh köztársasági elnökkel. A megvitatott témákról egyelőre nagyon keveset lehet tudni. A köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint az államfők a biztonságpolitikával, a körforgásos gazdasággal és az információs technológiával kapcsolatos együttműködés lehetőségeiről tárgyalnak. Legutóbb tavaly október 15-én találkoztak a Visegrádi négyek államfői, akkor Lengyelországban. Az ottani egyeztetésen az európai önazonosság és kultúra, az ifjúságpolitika, valamint a közép-európai térség gázpiacának biztonsága voltak a fő témák. Az államfői tanácskozást szombaton közös sajtótájékoztató zárja majd, hogy pontosan milyen ügyekben születtek egyességek, akkor terül ki.